Én vagyok a karmester, igen. És ezt én szerettem, mindig is szerettem egész életemben, azt, hogy meghatározzak valamit, egy részt, amitől aztán már el lehet térni, tudod? A merészél tagsága így néz ki. Verev Szabi tenor szaxofon, Palatinszky Marci basszus klarinét, Nagy Krisztián szinti, orgona, Porteleki Áron dob, Makai Dani basszusgitár, és Kis Árpi trombita, és ezen kívül még a Horváth Laci a Wunderboxán, trombitáján is beszáll, és kitaláltam, hogy a zenekar neve legyen Merész Szél. Merész Szél, a bátor emberek csinálják ezt, akik nem félnek belemenni az ismeretlenbe és kalandzenét játszani. Én kalandzenét játszok, aminek az a lényege, hogy nem szórakozunk, a kaland, a felfedezés az nem szórakozás, az egy megerőltető, odafigyelést követelő munka. De most, hogy érdekesebb legyen, csinálunk néhány nagyon egyszerű szabályt. Tehát olyat, hogy csak ezt a három hangot lehet használni. Vagy mindenki egy hangot játszik, de mondjuk a Palatinszky az azt játszik, amit akar. Vagy én azt játszok, amit akar. De a többiek csak azt játszhatják, hogy tatá-tá-tá-tá-tá, mondjuk. Mert amikor sok ember van együtt, igen, valaminek kell, ami irányítsa őket. Ha nincsen semmi, akkor sors irányítja őket, de ott a színpadon ez kár megvárni. Hogy is mondjam, a szabadságnak nincsen kreativitása. Mert a szabadság az minden lehet, ugye, mindenfele. És akkor tulajdonképpen ugye nem lesz minden, vagyis semmi. A határok, azok szabják meg, ami attól lesz művészet. A művészet mindig attól van, hogy valamit nem lehet, és beleütközik. Ezért aztán még az én szabad zenémbe se szabad mindent. Nem lehet. Például felelőtlenül szórakozni nem lehet az én szabad zenémbe. Ja. A nézőknek ugyanolyan szerepük van egyébként, mint a zenészeknek, vagy mint nekem. Mi zenénket hallgatni kell. Javaslom persze, hogy figyeljenek oda minden hangra. És elkezdem figyelni a villamos hangját, akkor mindjárt értelmet nyer ez a kavalkád, ami a körúton van. Tehát figyelni kell.